Sziasztok, én Zoli vagyok, ti pedig a Linux mindot nézitek, beszélgessünk ma is a Linuxról. Az egyik 5 perces videóban már megmutattam nektek, hogy hogyan tudjátok a GIMP-et, mint képszerkesztőt egy kicsit átalakítani Photoshop szerűvé, vagy Photoshop kinézetűvé, úgy, hogy ráadásul ugye a gyors gombok is megmaradjanak Photoshop szerűen, ebből kifolyólag sokkal kényelmesebben tudjátok kezelni azt, a mai részben megmutatom nektek, hogyan tudjátok úgy kiegészíteni két apró szkripttel, hogy a funkcionalitása is egy kicsit közelebb álljon a gimphez. Két olyan nagyon hasznos funkciót fogunk beletenni, ami nekem például személy szerint nagyon szokott hiányozni a gimp Az egyik a rétekként való külön kimásolás, vagyis ezt úgy hívják, hogy angolul, hogy layer át, vagy copy. a másik pedig, ami rettenetesen szokott hiányozni, az a LayerFX nevű funkció, ahol közvetlenül egy klikkel tudunk hozzáadni mondjuk körvonalat, vagy vetett tárnyékot, vagy dombornyomottságot például. Ezek a dolgok nagyon hasznosak, és nagyon megkönnyítik az ember életét Photoshop alatt, illetve most már nem sokára Gimp alatt is. Szóval tartsatok velem, és megmutatom, hogy tudjátok ezt megtenni mind Arch rendszerek alatt, mind Ubuntu Debian rendszerek alatt. Oké, okay, magát a Photoshop plugin elhelyezését majd csak az ubuntu részben fogom megmutatni, hiszen itt nekem árcsalat alatt már teljesen föl van rakva és be van készítve minden. Látjátok, ez itt már maga Photoshop kinézetű, vagy Photoshop-szerű kinézet van, úgyhogy én ezt majd csak az Ubuntu rész alatt fogom megmutatni nektek, viszont Kettő dolgot tettem ide külön, és ezt majd befogom nektek tenni a leírásba. A GIMP plugin layerfx és a GIMP plugin layervaya copycat. Jó, ezt a kettőt e, fogjuk betenni. Ki is másolom, hogy meglegyen. És az árcsnak az aur tárolóiba, hogyha fölmentek, és ide erre a pluginra rákerestek, akkor látod, megkapod. Egyébként, hogyha csak ennyire keresel rá, hogy GIMP plugin, ennyi GIMP plugin létezik az aur Tehát nagyon-nagyon sokszor ö, megkapom azt, ugye, hogy, hogy, jobban hajlok az árcs felé, igen, srácok, az van, hogy az AUR tároló az rettenetesen hasznos és rettenetesen jó dolog. Tehát ennyi pluginnal tudom jelenleg az aur kiegészíteni a GIMP-et, ami rohadt jó. Na de mindegy, maradjunk a jelen példánknál, GIMP plugin layer fix, ez a plugin fog nekünk kelleni, illetve a gimp plugin layer via copy cut. Erre is rákeresünk. Ő is itt van. Jó, ezt a két plugin fogjuk telepíteni a ból amihez gyakorlatilag semmi más nem kell tenni, mint egymás mellé rendezem a kettőt, kimásolom, és azt mondom neki terminában, hogy jaut-s -S, ez a két plugin minus no confirm, hogy ne kelljen mindig ezt yes meg nót, no meg ilyeneket nyomogatni, és dobunk neki egy entert. És szépen elindul, letölti, berakja, és onnantól kezdve működik és használható. De gyorsan meg is mutatom, hogy lássátok. 640x480-as ablak teljesen tökéletes lesz. Létrehozunk egy próbaszöveget. Mondjuk nem feketét, hanem kicsit jobban láthatót. Így. és azt mondjuk neki, hogy mondjuk legyen egy vetett árnyéka, jobb gomb, layer, layer fix, vagy akár rögtön itt a magára, a magára a is nyomhatsz jobb gomb, layer fix, így egy menüvel kevesebb, és mondjuk drop shadow, legyen mondjuk piros, preview, előnézet, ez nagyon hasznos egyébként, multiplitát állítjuk normálra, hogy látszódjon is, és most már látszódik is, szerintem ez tök jó. Nagyon kényelmes, nagyon gyors, nagyon egyszerűvé teszi a, a dolgozást vele. Látod? Még egyszer, LRFX legyen mondjuk egy, egy Outer Glow, kis ragyogás, aranysárgával, Preview, megnézzük szintén, hogy fog kinézni, hát jó, ócsmányul, de hát most nem ez a lényeg, és tudjuk állítani a mienségét is, ugye itt lineáris, kón, Inverted kón, Deep, tehát többféle kinézetben is tudjuk szabályozni. Tehát ez nagyon-nagyon nagyon hasznossá tudja tenni a, ezeket a pluginokat. Jó, leokézzük, hogyha tetszik, és kész. Ugye a gimben mindig az volt a, a, gond, hogy ilyen effekteket előállítani. Elő lehetett ezek nélkül a pluginok nélkül is, csak tudom én ráment 15 perc, ami teljesen felesleges időkidobás. Jó, na menjünk át akkor gyorsan Ubuntura, és nézzük meg, hogy ott hogy néz ez ki. Oké, nézzük meg, hogy zajlik ugyanez a művelet Ubuntu alatt. Én most egy Ubuntu 18.04 lts fogok használni ennek a szemléltetésére, pontosan azért, mert nagyon-nagyon könnyen bele lehet futni abba a hibába, hogy az előző videókban is láttátok, hogy a szoftver központot megnyitod, azt mondod, hogy GIMP, és telepíted, holott ez snap van. Jó? Srácok, nem. Felejtsétek el a szoftverközpontot, továbbra is azt mondom, nyissatok egy terminált, sudo apt install gimp, megadod a rendszer gazda elszavadat, és már gyönyörű szépen települ is. Jó, tehát semmiképp se a szoftverközpontból tegyétek föl. És amint fölért, már indíthatod is. Én át szoktam állítani egy ablakosra, mert így egyszerűbb jóval, és ugye kell az első indításhoz, hogy létrehozza magát a konfig fájlokat. Rákeresünk a kiegészítőre, ezzel a három kult szóval szoktam Gimfotoshop Davianart, és innen letöltjük ezt a kiegészítőt. Egyébként érdemes eltárolni, nem nagy 142 kB zipbe, tehát érdemes a, lemezeden ezt eltárolni. Jó, ezt nyitva hagyom direkt. Jó, és az első módosítást úgy fogjuk végrehajtani, hogy ugye bemásoljuk ezeket a fájlokat. Ctrl-H-val a rejtett fájlokat megjelenítjük. GIM 2.8, nagyon jó. Itt is. Összeset kijelölöm, áthúzom, mindegy cseréljük. Super. Ezt az ablakot szintén nyitva hagyom, mert itt fogunk még operálni. És nézzük meg még egyszer. Elindul hibátlanul, és most már megkaptuk ezt a Photoshop jellegű kinézetet. Én ezt a két lapot itt beszoktam zárni, mert Nekem csak ezek kellenek, sőt, én azt szoktam még, hogy átállítom angol nyelvűre az egészet, mert ha valahol valamit nem tudok, és elakadok, és meg kell nézni róla egy tutoriált, akkor sokkal egyszerűbb ö, úgy kipróbálni végrehajtani, hogy angol a szoftver. Ugye, mert YouTube-on többnyire angol nyelven vannak. Jó, tehát teljesen tökéletes. Tegyük bele a két hiányzó kiegészítőnket. Fölmegyünk itt is az Aur oldalára, azt mondja, hogy csomagok, és beírjuk ide a GIMP Plugin Layer FX-et. Egyszer megnyitom külön lapon, majd rákeresek még arra külön, hogy GIMP Plugin Layer vagy a Copy Cut Oké, okay. ez a másik. Ezt is megnyitom egy külön lapon. Jó, ez a kettő dolog fog kelleni ahhoz, hogy kibővítsük. Olyan Photoshop tulajdonságokkal a gépünket, amivel már egy egészen használható eszköz lesz a kezünkben. Na nézzük akkor az elsőt. Nincsen semmi más dolgunk, mint itt az upstream URL-t megnyitni. Ez el fog minket vinni a pluginnak az oldalára, ami szintén a DeviantArt és letöltjük. Oké. Okay. Nagyon-nagyon fontos, olvassátok el mindig a leírásokat, hogyha a skriptet töltötök le, hogy mi kell hozzá, és mit kell végrehajtani. Jó, azt mondja extract to the 2.8 per plugins directory, ezt fogjuk tenni, és itt egy nagyon-nagyon fontos instrukció, make sure the extracted file is executable, tehát bizonyosodjunk meg róla, hogy van futtatási joga a fájnak, hiszen ez egy Python script lesz. Jó? No, ezt nyitva is hagyom ezt az ablakot. Tehát ez megvan. Megcseréljük a két ablakot, nézzük meg a layer fixet, azt is megnyitjuk. Itt két lehetőségünk van, vagy SCM-ként, vagy Python scriptként töltjük le, és ha kicsit lejjebb lapozunk, akkor itt van, hogy hogyan kell telepíteni az SCM verziót, és hogyan kell telepíteni a Python script verziót. Oké? Okay? Én most a Python verziót fogom letölteni, hivatkozás mentése más néven. Így. Né? És itt van mind a két scriptünk. Ennek a végéről leveszem a TXC kiterjesztést és ebből a másikból kimásolom csak a Python scriptet. Jó, tehát ezzel a két Python scripttel fogunk dolgozni, adunk mind a kettőnek futási jogot, nyomok egy Ctrl-C-t, és a GIMP 2.8-as, ugye rejtett könyvtárba, bemásolom a pluginsba. Na. Nézzük meg, hogy mit csináltunk. Megnyitjuk a GIMP-et. Megnyitunk egy random képet, és csinálunk egy kijelölést, jobb gomb, layer, layer, vajá, copy. Itt van, látod? Kimásolod, és külön csak az a layer, layerként kimásolodott, mint a Photoshopban. Jó, csináljunk egy olyat, hogy létrehozunk egy próbaszöveget. Kicsit megnagyítjuk, hogy látható legyen. Így, né? Tökéletes. Ez pedig layer-effektezni fogjuk. Azt mondja, hogy jobb gomb, layer, layer effects, és ugyanazok a tulajdonságok itt is szerepelnek, mint ahogy Photoshopban legyen. Mondjuk egy drop shadow, mondjuk egy piros drop shadow, oké, okay, preview-ba meg is nézhetjük, hogy hogy néz ki csak ezt átállítjuk normálra, így van, preview -a, így néz ki, ja, hát ez most csak szemléltetéskép van, mehet. És merge layer, ennyi. Ha akarjuk, akkor itt is külön a layeren tudjuk alkalmazni, ugye jobb gomb, layer fix, és pontosan ugyanazokat a műveleteket el tudjuk végezni vele. Húzunk rá egy körvonalat pirosból, ami azért jó, mert szépen el fogja fedni az árnyékunkat, úgyhogy legyen inkább mondjuk, uh, pff, ilyen gyönyörű Twitch lila. és így ennyi. Pontosan ugyanúgy minden elvégezhető, csak meg kell találni a megfelelő eszközöket hozzá, ugyanúgy Layer fix bevele nem boss, legyen Outer bevel, és ezt is meg tudjuk preview volni, hogy hogy fog kinézni. Oké, okay. szóval minden, mindent meg lehet oldani Gimpel is, Akár csak photoshop -pal. Nem mondom, hogy gyönyörű lett, de hát most, értitek, próbálnak megfelel. És ott van a Szenna széjjel effektezett szövegünk. Remélem, hogy hasznos voltam, srácok. Ha tetszett a videó, ne szégyed lájkolni, és ha szeretnél még több Linuxos tartalmat látni, egészen bátran iratkozz fel a csatornára. Nem sokára jövök a következő videóval. Sziasztok!